Nyitott és feltörtnek látszó áramdobozok láthatóak Szekszár több forgalmas pontján. Elsőre azt lehet gondolni, hogy ezeket a készülékeket szándékosan rongálta meg valaki, és törvénytelenül jutott áramhoz. Ez azonban nem így van. Rendeltetésszerű használat mellett nem történhet baj, és bárki használhatja, mondja Bérces János, a Szekszárdi Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság energetikusa. Így a Szekszárdi Prométeusz Parkban vagy a Garai téren is található földfeletti áramdobozokat bárki használhatja, akár a telefonja feltöltésére is. Hogy Szekszárd közterületein több ilyen áramvételezési pont került kialakításra, itt a Béla téren is több darab, az elsősorban nagy rendezvények kiszolgálásra készült, a Garai téren és a Prométeusz Parkban kis teljesítmény áll rendelkezésre, bárki szabadon használhatja, engedély nélkül, rendeltetésszerűen természetesen szabvány csatlakozókkal, IP védelemmel és érintésvédelemmel ezek a készülékek ellátottak, és azok rendeltetésszerű használata nem okozhat problémát a felhasználónak. A megye központ tulajdonában lévő áramdobozok telepítésére azért volt szükség, hogy nagyobb rendezvények szervezésekor megkönnyítse a hangosítók és árusok munkáját, valamint a vezetékek hossza, átjárhatósága miatt is fontosak. A rendezvények kiszolgálására és a sátrak üzemeltetésére lezárt, nagyobb teljesítményű, süllyesztett áramvételi pontok is megtalálhatóak a központban. Ezekhez csak szakember férhet hozzá, és szakember csatlakoztathat. A Garai téri és a Prométeusz parki úgynevezett bálványokhoz szabadon hozzáférhetőek, és egy háztartási konnektorokkal vannak ellátva, és arról szabadon tölthetők telefonok, hangosítások, pénztárgépek üzemeltethetők. A közterület használatának szabályait figyelembe véve természetesen. A használat során keletkezett költségeket és számlákat az önkormányzat fizeti. Az eltelt évek és a nem megfelelő használat miatt azonban külső védőburkuk javítása szorul. Ezek megjavítása a közgyűlés hatáskörébe tartozik, mondta Bérces János.